amikor beesteledik és körbenézünk, újabb csodák várnak ránk. Csak egy-két lépést kell tennünk, és megmutathatjuk gyermekeinknek, unokáinknak a kerülholdat, a tejutat, a sziporkázó csillagokat, a világ mindenséget. Nekem ezt jelenti vidéki nőnek lenni. Ezerné Huber Éva, a Tolnai Család és Karrierpont konzorcium vezetője a Vidéki Nők napján kiemelte, bár a vidéken élő nők lehetőségei szűkebbek, akár a munkaerőpiacot, akár a kultúrát nézzük, mégis elégedettebb életet élhetnek, mint azok, akik városokban élnek. Battyány Schmidt Margit, a Magyar Női Unió Egyesület elnöke előadásában azt emelte ki, hogy a nőkben rejlő lehetőségek kiaknázatlansága gazdasági hátrányhoz vezet, ezért tenni kell azért, hogy nőjön a foglalkoztatottságuk, amihez jó oktatás szükséges véleménye szerint. A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése pedig egy következő problémakör, amivel sok nő küzd manapság, tette hozzá. Egyszerre több dologra tudunk figyelni, sajnos ezért túlvállaljuk magunkat, és mint például kihívások, tehát pont ez, hogy a munka és a karrier és a család, tehát hogy ez az egyensúly, ez hogy lehet. Akkor nem beszélve arról, hogy a család, itt is többször el is jött, hogy az édesanyának feladata a kicsaládos, tehát hogy a gyermekei, meg a férje, meg a kis család, de közben a szülőkkel is ő foglalkozik. A különböző generációk együttműködése jelenteti a megoldást a nők túlterheltségére. Lényegében erről beszélt egy fiatalokat és idősebbeket megkérdező kutatást idézve Fűrész Tünde, a KOP Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnöke. Azt láttuk, hogy mindkét generáció kifejezetten számít a másikra, kifejezetten fontos, hogy amikor egy családban kisgyermek születik, amikor egy fiatal pár elkezdi a közös életét, akkor számíthassanak a szülők. A vidéki nők nemzetközi napját 2008 óta ünneplik világszerte. Ezen a napon azok a nők előtt tisztelgünk, akik kulcsszerepet játszanak az élelmiszerbiztonság, megélhetés, a háztartások és a közösségek fenntartásában.